Köszöntöm a kedves nézőket, érkezik a Mikulás, na de hová és mikor ezek a kérdéseink a következő percekben, mert hogy itt is él az a mondás, hogy ahány ház, annyi szokás, bocsánat, ahány ország, annyi szokás. Ebben a témában az NKE egyetemi tanára Tózsa István mélyedt el, úgyhogy vele beszélgetünk majd a következő percekben. Köszöntöm professzor urat online kapcsolat segítségével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves nézőket! A Kárpát-medencében ugye december 6-án érkezik a Mikulás, de miért? December 6 hagyományosan Miklós napja, és a középkorba visszanyúló szokás szerint ez a Miklós nap egy ilyen ajándékozási tradíciót keletkeztetett Szent Miklós püspök tiszteletére. Mira városában élt Szent Miklós, a Miklós nevű püspök. Ez a Mira város, ez Dembének nevezik jelenleg, Kis-Ázsiának, a Törökországnak a déli partvidékén, csodálatos környezetben található város, és az ő Szent Miklósi legendához fűződnek ezek a hagyományok. A mai világunkban, amikor ilyen a multikulturalizmusról, különösen Magyarországon, jelenleg az aktuál politika fényében elég sokat lehet hallani, általában mostanában ugye negatív hatásait tapasztaljuk a multikulturalizmusnak. Ez a Szent Miklós napi legenda és a Magyarországon a Kárpát-medencében hozzá köthető Mikulás legendá, ez a multikulturalizmusnak a nagyon pozitív oldalát villantja föl, ami rengeteg népet hoz össze. Gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor a mai Törökország, Kis-Ázsia, ami gyakorlatilag a kereszténységnek egy ősi földje a Közel-Kelet mellett. Kis-Ázsiától Oroszországon keresztül, Amerikán, Észak-Amerikán keresztül, az egész katolikus és keresztény világon keresztül, Kárpát-medence, Németország, Angolszász, tehát az egész általunk, hogy mondjam, kulturált, civilizált világnak, európai típusú civilizált világot összeköti érdekes módon kis-ázsiai eredettel ez a Szent Miklós napi legenda, ami különféle formákban honosodott meg. Egyébként Szent Miklós milyen ember volt? Mert hogy ugye azt mondja, és ez kiderült az elmúlt percekben, hogy ő egy létező figura. Egy létező személy volt, igen. Egy nagyon gazdag családból származó, egy püspöknek a unokaöccse volt, aki szintén püspök lett ebben a Mira városában, és segített a szegényeken, a rászorulókon, de elsősorban azokon a családokon segített, ahol lányos apák voltak, és több lánya volt az illetőnek, és abban az időben ugye a férjhez adás hozománya járt, és ezt nem tudták előkeríteni, ezt a hozományt, és ebben az esetben ő titokban, hogy ne sértse őket meg, hát pénzt helyezett az ablakukban. Egy alkalommal azonban nem tudott az ablakba helyezni pénzt, mert be volt deszkázva, és hirtelen a kéményen keresztül juttatta, dobta be a házba, és abban az időben a ruhákat, fehér nemű, stb. A kémény belül a házban, a kéményben szállították, és így véletlenül egy harisnyába esett bele, és ezek is momentumok aztán valamilyen érdekes metamorfózis nyomán megmaradtak, és például az amerikai típusú Mikulásnál, ott a mai napig is az angolszász Mikulásoknál, ami már világon megint kezd elterjedni, az ő Santa Clausok a zokniba, a harisnyába helyezi az ajándékokat, vagy a rossz gyereknek nem virgást hozott hagyományosan a holland-amerikai Mikulás, hanem szenet. Az is ebből van, ugye, hogy a kéményen keresztül jutott a házba az ajándék a angolszász típusú Mikulásoknál. De nem december 6-án. Nem mert december ugye ott nem december 6-án. Igen. Igen, az Kárpát-medencére visszatérve, hogy nálunk hogy alakult meg ez a Mira püspökének a hagyomány őrzése tulajdonképpen. Ez Krisztus után 350 körül élt ez a Mira városi püspök, ez a Miklós, akit később szenté avatták. Ő nagyon hosszú időt élt meg, nem lett vértanú, mint a többi ilyen szentek, és amikor a török terjeszkedés elérte Kis-Ázsiát, akkor a erekjéjének egy részét Mirából Bari, az olaszországi, a dél-olaszországi Bari városába vitték, úgyhogy gyakorlatilag a mi
az európai típusú Mikulás, ami még nem a finn lapföldi Mikulás, az tulajdonképpen a Mira városa és a Bari városa is igényt tart rá, tehát a Szent Miklós legendáknak a két székhelye Mira, ami ugye jelenleg a jelenlegi neve, ha valaki a térképen keresi, akkor Demre nevű város Kis-Ázsiában, Törökországban. De 1087-ben vitték át az erekéket, úgyhogy, mert ugye Szent Miklós nem csak a gyerekeknek, a gyereklányoknak volt a védőszentje, hanem a halászoknak, tengerészeknek is, és ezért olasz tengerészek elmenekítették a török terjeszkedés elől a Szent Miklós féle erekéket. Tudnélik, ez a Szent Miklós annyira jó ember volt, hogy egyszer, amikor hajón utazott, a másik hajóról egy tengerész beleesett a tengerbe, aki sajnálatosan éppen nem tudott úszni, ő beugrott és kimentette, és ezzel megint beírta a nevét az egyházi legendáriumba, olyan szempontból, hogy ő a halászok, a tengerészek, a vízimolnárok és a hídépítők szentje is, mindazon emberek szentje, védőszentje, akik elvileg vízbe eshetnek és baleset érheti őket. Na hát nagyon sok legenda kapcsolódik ugye Szent Miklóshoz, és hát tulajdonképpen ebből az elmúlt percekben néhányat felelevenítettünk, de mivel nagyon szalad az idő, ezért most már térjünk rá arra, hogy ugye december 6-án érkezik a Mikulás hozzánk, de az angol száz területeken nem így van, ott mik azok a hagyományok, amelyek végül is a hollywoodi filmekből ismertek, hogy ott bizony december 24-én, 25-én érkezik a Mikulás, Christmas, vagy télapó, ahogy arra felé nevezik. Igen, még egy pillanatra vissza kell térnem a Kárpát-medencei hagyományokhoz, hogy miért karácsonykor is érkezhet, ez nagyon jól tükröződik nálunk. Tudnélik, a Miklós napi hagyományok között volt a Láncos Miklós, amikor véget ért a nyári, tavaszi, őszi szántások, mezőgazdasági munkák, akkor a fiatalok nem igen tudtak mit kezdeni magukkal, fonókba, tolfosztókba jártak a fiatal férfiak, és püspöknek öltöztek tréfásan, Láncos Miklós, jött velük mindig egy-két krampusz, aki német nyelvterületről terjedt át, és elkezdtek csörögni láncokkal, beijeszgették a lányokat a fonóba, és ez a Láncos Miklósi alakoskodás, ahogy Szent Borbála napján is, december 4-én, december 12-én, utcalapján is a fiatal fiúk tréfálkoztak a faluhelyen a lányokkal, úgy a Miklós napi járás is így történt. Püspöknek öltöztek, krumpliból olvasót készítettek maguknak, kártyát használtak Bibliának, és a tréfásan gyóntatták a lányokat, hogy milyen munkákat végeztek, aztán durvább tréfák is voltak, hogy volt-e szeretője, hált-e vele, ha igen, hanem megbüntették tréfás körülmények között, úgyhogy Csepreg városában volt is egy ilyen önkormányzati rendelet, ami azt mondja, hogy Szent Miklós püspök napja előtt való estvéli vagy éjszakai időkben, némelyek különféle öltözetekben állországban magukat elrejtvén házról házra járnak. Keményen megparancsoltatik, hogy senkinek sem Szent Miklós előtt való estve, sem üdvözítőnk születése napján, éjszakáján, tehát karácsonykor, az ilyen színes öltözeteket, avagy házról házra való énekléseket, melyek által az éjszakai csendesség sértődik, megengedni ne merészeljenek. Keményen meghagyatik, hogy senki a lakosok közül ezentúl meg ne bátorkodjék engedni Szent Miklós előtti estve, vagy az üdvözítőnk születése éjszakáján az éj színes öltözetekben való járás. Tehát már a Kárpát-medencében is, tehát Közép-Európában is előfordult az, hogy ez a Miklós napi járás nem korlátozódott csak december 6-ára, hanem egész december hónapban elfogadott volt és meghonosodott. És még egy dolgot, hogy amikor a gyerekeknek ajándékot hoztak, akkor ugye, hogy a kis versike is mondja, Jani Mari Piroska, tudjátok-e mi van ma, hoz az öreg minden jót, piros almát, sok diót, hát még mit, frissen vágott suhogót. Ez a magyaró veszőre utal, mármint a virgácsra, és ugye azt tudni kell, hogy hagyományosan a Mikulás zacskókban az alma, a piros alma ott kellett, hogy legyen, és a dió, vagy a mogyoró, mert régen se csokoládé, se szaloncukor ugye nem lévén, a Kárpát-medencében, Kelet-Európának egy szegényebb vidékein, ugye a legnagyobb desszert, amit a gyerekek el tudtak képzelni, az a mézbe mártogatott dió.
volt. Na most Amerikában pedig a Santa Claus, ugye, hogy hagyományosan a kéményen keresztül adja az ajándékokat, az pedig oda vezethető vissza, hogy mint tudjuk, a hollandok alapították New Yorkot, Új Amsterdam néven, és rengeteg holland szokás Új-Angliában, Amerikában meghonosodott. Többek között holland nyelven a Mikolás, a Sinterklaas, vagyis a Szent Miklós a Sinterklaas, és ebből a Sinterklaasból lett aztán a Santa Claus, ugyanúgy, ahogy a Yankee-ból a Yankee szó, a sajtjankóból a Yankee, ugyanúgy a Szent Miklósból a Santa Claus, aki a holland hatása ugye elterjedt, és ő neki a lakhelyét az északi sarkra tették, amit nagyon ügyesen megragadott egy Rovaniemi nevű finn, észak-finn város, ugye a marketingében, ahol a Jolupukkinak, a Finn Mikulásnak a lakhelyét ugye az északi sark közelébe tették, és innen ugye az 1800-as évek elején indult el ez a hatás, hogy akkor már kifejezetten hát karácsonykor érkezik ez a Santa Claus, aki nem más, mint Szent Miklós, és zokniba hozza az ajándékot, a Rudolf, a rénszarvas, tehát hogy rénszarvasok mondhatják a szányát, az pedig 1939-ben volt egy Bob May nevű író, amelyik rendkívül népszerű mesét írt Rudolf a rénszarvasról, és ez ugye szintén meghonosodott egész Amerikában, és innen visszaterjedt az európai civilizáció világ részekre. Még annyit, hogy az Oroszországban pedig Gyedmaróz, a fagyapó, arról kell tudni, aki ugye szintén az ottani tártosok hagyománya szerint adok is repültek, ezt a repülést a légyölő galóca, ez a klasszikus olyan gomba, hogy piros kalapja van és fehér petyek vannak rajta. Ez egy enyhén... Igen, de aki elfogyasztja, véletlenül elfogyasztották, illetve a sámánok nem véletlenül, hát transzba estek tőlem, mert hiszen ez bolondgomba, nem gyilkos azért, mint a gyilkos galóca, de nagyon veszélyes, és ez a repülés élményt adta, és innen jön az, hogy a Gyedmaróz is repülő úton, hogy mondjam, a légen keresztül közlekedett, és a Gyedmaróznak és a piros-fehér öltözéke, ugye erre a légyölő galócának a fogyasztására, sámánok által történő fogyasztására utal, még annyit, hogy Moszkvának is Szent Miklós a védőszentje, és nagyon kevesen tudják talán, hogy Magyarországon pedig Kecskemét városának Szent Miklós a védőszentje szintén. Professzor úr, köszönjük szépen az információkat. Tehát nagyon gazdag volt, amit elmondott, és ha már ugye a rénszarvasokat emlegeti, akkor azt azért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen talán el kell mondani, hogy a légben érkeznek, és ez követhető is, ugye a NORAD, az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság hálózatán minden évben, talán így lesz ez idén is, de hát ebbe már nincs időnk belemenni. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket az információkat. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Viszontlátásra.